Fordítsuk meg a kamerát. Reggelire, nem már. Reggelire. Sziasztok, üdvözöllek titeket újra a csatornámon. Ahogy a címből is láthattátok, a mai témánk az étkezés lesz. Megmutatom nektek, hogy mit fogok enni. A napunk úgy alakul, hogy délelőtt itthon dolgozunk, videókat fogunk felvenni, illetve videót vágni, úgyhogy itthon fogom elkészíteni az ételeimet, délután pedig útnak indulunk. Tartsatok velem! Reggelire házi granulát eszek. Nagyon van fajtom meg minden. Dani nagyon-nagyon bohóc a háttérbe. Elkezdhetném végre. Menj minden. Reggelire házi granulát eszem. Annyira büszke vagyok rá, mert ezt én magam készítettem saját kezdőleg, és isteni finom, úgyhogy ennek a receptjét itt találjátok, csináljátok meg ti is, mert tényleg ilyen király. Szóval ez teljes kiölésű zabból készült, ezt fogjuk enni majd reggelire, Dani is és én is. Kókusztejet fogok hozzá önteni, illetve egy kis gyümölcsöt, ma mangót és epret teszek hozzá. Azt majd én eldöntöm, hogy én is ezt teszek-e. Ne nagy szájuskodj, mert ha jól tudom, minden reggel eddig azt tettél, és ekkora adagokkal, úgyhogy semmi nincs már közben. Ez nagyon-nagyon finom. A tízóraim kétszelet barna puffasztott rizs, egy negyed doboz light cottage cheese, uborka, paprika, és frissen facsartam hozzá narancslevet. Én mindig ezt a típusú barna rizst szoktam venni, mert ez teljes kiörlésű rizsből van, quinoát és még chia magokat is tartalmaz. Nagyon jó tápértéke van, ugye tele van rostokkal, lassú felszívódású szénhidrát, mint ahogy a zöldségek is. Illetve a cottage cheese pedig nagyon jó fehérje forrás, úgyhogy ez egy tökéletes 10 órai ötlet. Ebédre zöldbab főzeléket fogok enni. Amit tudni kell a főzelékeimről, hogy nem használok hozzá feleslegesen lisztet, tehát nem rántom be őket, hanem ehelyett krumplival szoktam besűrűsíteni a főzelékeket, illetve egy részét kiveszem, amit összeturmixolok, és aztán visszakeverem, és ezáltal sűrű lesz a főzelékem. Amit most hozzá eszem, anyukám csinálta pulykafasírt, úgyhogy jó étvágyat! Most pedig úgy alakul a nap hátralévő része, hogy végre beválthatom azt a kuponomat, amit még karácsonyra kaptam Danitól. A Budapest Makerybe megyünk vacsorázni, és nem akármilyen vacsora lesz, hanem képzeljétek el, megkapjuk az alapanyagokat, és ezt nekünk kell majd magunknak elkészíteni. Hát én nagyon izgulok, és nagyon várom már, úgyhogy ott találkozunk, indulás, mert késésben vagyunk. Halihó, Dani! Szóval meg is érkeztünk, hát képzeljétek el, hogy négyen fogunk ma vacsorázni, és itt a mi kis főzőplaccunk, itt fogunk mindent előkészíteni. Azt már tudom, hogy Danival az előételünk kapros burgonyaleves lesz lazaccal, ezt én fogom megcsinálni. Dani pedig addig elkészíti a mákos gubát. Desszertünknek az elejét. Igen. És mindegy, ami, mi valamilyen sodóval van. Vörös áfonyás mákos guba, bourbon vaníliás sodóval. Ez a specialitásom. Én bízhatok benned, finom lesz? Igen, igen. Szóval már elő is készültem a desszerthez. Hogy ne. Hát akkor főzzünk. Mérges leszek, a Boti elveszi az én áfonyámat. Készül a mákos. Hogy állnak a kis gubáim? Nagyon szép gubák lesznek. Megérkeztek a főétel alapanyagai, hát én egy vodkás paradicsomos tájételét fogok enni paradicsommal, sertésszűzzel. Hú, de jól néz ki! Itt vannak az alapanyagok, de mit eszem? Én pedig, és most tudod a sugógépet várom, hogy mit is eszek? Szarvas gerinc. Ő az. Szilvával. Mákkal és jufúrós galuskával. Ez a specialitásom. Thank you.
készült a isten ilyen kinéző főételem. Ne aratja a babérokat, megcsináltam a finom mákos gubát, erre befejezi a mandulával és a reszelt narancsát. Kikérem magamnak, a sodót én csináltam. Hát és ezennel be is fejeződik a mai kis napom. Ezeket ettem ma, azt hiszem elég sok étel sikerült bemutatnom. Különlegesen alakult ez a vacsora, ez nem mindennapos. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Nehéz Kovács Ramónának lenni. Tőled kaptam. Remélem tetszett a videóm, ha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk egy következő videómban. Sziasztok!